Na, és akkor most szépen haladunk visszafele. Megyünk tovább, most irány a Slot Ranch Casino, utána meg a Yucatán. Most senki mással nem foglalkozom. Illetve emlékeztek, mondtam, hogy van külön magazin arra, tehát két horror magazin, amivel a zombiknak a zombikillekkel lehet nagyobb PP bónuszt gyűjteni. Akkor van külön akció magazinok, abból három van, amivel a támadásaimat tudom növelni, illetve azzal PP bónuszt gyűjteni. Illetve természetesen a pszichopata magazin, amivel a pszichopatákat gyorsabban ki tudom iktatni. Meg aztán PP bónusz is van, hogy 25%-kal nagyobb esély, hogy gyorsabban ölöm meg a pszichopatákat, vagy pszichopata PP bónusz jár. Nem tudom, a kettő közt van amelyik. Ezt jó kitaláltam magamnak. De mindegy, mindig ott van a mozi fölött. Igen. Ott van, mindig a kasszáknál vannak, és éppen hátul a páncélajtót próbálják fölnyitni. Elfogadva. Vágd le! Úgy, áh! Ah, igen, meg le is tud ütni. Paf, kész. Ennyi volt. Nincs több zsoldos. Igen, itt van zseblámpa, meg itt van a motorokról szóló magazin, amivel a motornak a durability-ét tudjuk még növelni. Oda dobom. Elő a SIG SG550-est. Kapom még egy hívást, hogy szép, szép munka volt! Nagyon aggódik, már két fúrófejet szétvertem, már nem kéne annyira aggódónak érezni magadat. Annyira van még időm, hogy még képes vagyok szerencsejátékozni. És vesztettem. Harmadik. Négy a magyar igazság. És nyertem! Jéj! Az a baj, hogyha rámegyek most a kerekesszékre, akkor el fogja dobni a rozsomák karmot. Úgyhogy nem kockáztatok, hanem haladok tovább. És hát a futási sebességnek köszönhetően mondjából majdnem ilyen gyorsan futok, hogyha alapsebességgel megyek kerekesszékkel. Úgyhogy nagyjából ennyit értem el. Tudom, hogy meg tudom dublázni, erre iszok egy kis kólát. És akkor itt vagyunk a harmadik egyben utolsó előtti kaszinónál, mert van még az Atlantica kaszinó, de még egyszer sem volt mentem be. Na most ez az első alkalom, hogy oda megyek. Most hát nem kell oda menni, hanem csak a közelébe venni, mert mindjárt meglátjátok, hogy miért. Ja, meg hát ha már itt vagyok, akkor felszedem az itt egy másik Zombrex is található, ott ahol találtam a gépfegyvert. Bakker. És akkor azt fogom csinálni, ha már annyira szeretek rám lövöldözni. De szakadjál már ketté! Na lőj még egyszer. Nem igaz, az olyan az úristenedet. Komolyan mondom! Ne! Ott. Úgy van. Szépen magamhoz vettem. És akkor előveszem a gépfegyvert. Au. Majd visszajövök érte. Azt olvastam
A katona skillnek köszönhetően célzás állapotban jobban tudok lőni. Nagyobb sebzésem van lövőfegyverekkel kapcsolatban. Jobb a célzás, jobb fejlövés. Több dupla annyi lőszer, meg a plusz Rambo animáció. Egyre veszélyesebb a helyzet. Több zsoldos van kint a izében. Két imian, gyere vissza, minél egy darabban, jó? Légy szíves. Több zsoldos van kint a városban. Újabb hívás. Atlantica kaszinó külső részénél próbálnak befúrni. Na. Ja, hallottuk. Ez már külön küldetésnek számít, egyben a Run for the Money ügynek az utolsó küldéje, a Heist at the Atlantica. Ugye most azt kell csinálnunk, hogy... Úristen. Hát most azt csinálom, hogy izén keresztül, mondom, ahogy mondtam, kimegyek. Újabb üzenet, everyone knows Sleepy. Jézus atya úristen. Egy pszichopata fight is terítékre került. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy megcsinálom aztat is. Ott nincsen túlélő, hál' Istennek. De már rögtön itt van a bejáratnál. Fönt az emeleten. Ha szépen leszedem, és ezzel egy új kombókártyát is össze tudok gyűjteni. Úgyhogy szépen megcsinálom azt. Most mondhatnátok, hogy csinálj egy izé mentést. Hát most nem kell, mert majd visszacsinálom, amikor izé, ha úgy adódik is. És itt vagyok a Palisades Mallban, és akkor itt már rögtön az emeleten van itt egy játékbolt, ahol konkrétan történt valami hepaj, és mindjárt találkozunk Sleppyvel, aki egy 18 éves csávó, van egy hivatalos neve is, és ugye azt kell tudni róla, hogy a minket okol a zombi kitörés miatt, ami elvesztette a csaját, mert összejött volna. A remake-ben meg konkrétan másmilyen sztori miatt akar minket kivégezni. Chuck Green. That's right. And you are... Oh, you know me. I'm Slappy. Everyone knows Slappy. And everyone knows you. You started the outbreak. I saw it on TV. No, buddy, it wasn't me. I'm being set up. But it was on TV. Just like Slappy. Don't believe everything you see on TV, kid. Look, are you okay? Do you need something? Am I okay? Do I need something? The TV says you're the one who caused all this. You took the best thing in the world away from me. My girl. She was so beautiful. And we had so much in common. We were gonna go on a date tonight. And she loved me for who I am. But now. Now. Look at her now! Now she's dead! Dead! Because of you! You brought the zombies here! You ruined everything! I'll never get a date now! Akkor Susan fogsz meghalni, ha így állsz a dolgokhoz. Slappy minden idők másik egyik legidegesítőbb pszichopatája, akit életemben... akivel életemben szemben szembenéztem, Brandon után, illetve van egy harmadik, tehát van egy
trió, egy pszichopata trió, akik nagyon rühellek. Brandon, Slappy, és majd meg fogjátok tudni a harmadikat is, még nem lövöm le. Annyit kell Slappyről tudni, hogy ez konkrétan ez egy ilyen badass Adam pszichopatára van szó. Ugye emlékeztek az első részben Adamre, a bohócra, aki tüzet okádott, illetve két, ugye a két mini láncfülésszel tudott ilyen tornádó támadásokat okozni. Na itt annyiban cserélték, csavarták meg a dolgot, ugye, hogy ő, neki az alaptámadása a vízi pisztollyal kombinált motor, olajos kannával, két lángszóróval tud támadni, és ugyanilyen körbe támadása van akár csak Adamnek, és illetve van neki egy másodlagos támadása, amit akkor használ, ha nagyon messze vagyunk tőle, és az egyik legidegesítőbb módja ez. A tiki, a parti fákjával kombinált nerf puska, amivel konkrétan ugye tűzgolyókat lehet lőni, és ez csak akkor alkalmazza, ha nagyon messze vagyunk tőle. Tehát ne akarjátok, hogy ezt is használja, mert akkor nagyon ráfáztok. Hú, mély levegő is csináljuk. De még akkor is be vagyok pánikolva. Még akkor is be vagyok pánikolva, még hogyha rajtam van a pszichopata ruha, meg a painkillerek. De amikor így be tudom akasztani, hogy éppen fel akar borulni, akkor éppen fölborul, és rácsapok egy párat a izével. Mindjárt megvan! BUM! És még egyet! Ennyi volt Slappy. Hál a jó égnek. Mondtam, hogy Susan fog meghalni, és beleraktak még egy ilyen Steve referenciát az első részből, ugye, hogy meghalt, szép napot mindenkinek. És ugye megkaptuk tőle a lángszórót, mondtam, hogy a vízipisztoly plusz a gázkannával egyberakva, de minek összekombinálni? Erre iszunk egyet, plusz painkiller képesség, ha már alapból felvehetjük! Csak egy a probléma, hogy rohadtul fogyasztja a lőszert, és nagyon gyorsan el lehet használni. Tehát nem tart sokáig sajnos. És akkor... Hátra, adsz! Haladás tovább. Most csinálhattam volna azt is, hogy föntről megyek lefele, de úgyis le kell mennem az alsó részlegre, hogy tudjak haladni tovább kifele a kaszinó felé. És egyébként mondok nektek valamit, hogy itt, ebben a Palisades Mallban lesz majd egy shortcut a Royal Flush Plaza-ba, ami régebben ugye az első részben ugye a Paradise Plaza és a Wonderland Plaza között. De ezt is majd nagyon később fogjuk majd feloldani, ami egyébként nagyon nagy szívás. Na, most ezen a maradék zombin itt a bejáratnál most leteszteljük a lángszórót, oké? Látjátok, ezzel a lövéssel már a felét elhasználtam. Egy fújás. És már oda is lettek. Na, még egy kill, és már meg lesz a 950-es PP bónusz. Vagy 950-ért a bónusz.
ezt a maradékot így. Ennyi volt. És itt találunk még egy posztert egyébként, ami inspiráció lesz egy kombó fegyverhez. With the flower. A Palsady Smallban. Ha várakoztam volna egy ha nem vártam volna még egy picit. És hát ha vártam volna még egy picit, akkor most már begyűjthettem volna. No, most visszamegyek. Van még idő, mert láthattátok, hogy mennyi ideig tart még leszedni az izéket. Tehát, hogy még nem vagyok full időhöz kötve, hanem ennél a csávónál, úgyhogy szépen visszamegyek. És elvileg... ez a térképecsém. Itt a Venus Touch. Ja, itt lent van az alaksorban. Vagy itt van fönt? Mert úgy látom, hogy az emeleten volt. Nem volt az emeleten, hát itt van lent. Szóval az Atlantica kaszinóban volt még egy póster, ami inspirációt ad egy újabb kombó fegyverhez. Aha. Ez még a Coconut Sport volt. Kókuszdióról lett elnevezve. Na, mondom, itt van lent. Venus Touch. Várjunk csak. Gyerekek! Emlékeztek, hogy most beszéltem a shortcutról? Most fogom feloldani. Itt van Linett a csaj, aki szarrá lett égve a szoláriumtól. És akkor mondja, hogy én nem fogok papucs vagy ízé mozgálni. A kéne neki pia. Az ki kéne neki pia. Nem adom oda az ízét. Elég csak fogni ezt a kávét, azt adod oda neki, és akkor minden rendben van. Tessék. Na. És akkor mehetünk a safe house-ba, de tud egy shortcutot. A brand new you. A brand new you boltban, ott az a ruhabolt. Ott van a shortcut egyébként. És jön velünk a leadership kártyának, ő kártya. Izének köszönhetően Linett Passage. Fönn van a főső emeleten, és aha, itt kell fölmenni. Tehát, hogy a legkésőbbi lépcsőnél itt ott kell fölmenni, vagy esetleg itt mehetünk föl, de jobb az, hogyha azt csináljuk, ha ide bemegyünk a sportboltba, ahol rögtön van itt egy emelkedő, amit a Royal Flush Plaza-ban, az az ajtó, mert elvezet minket az alaksorba, az undergroundba. Mivel gyorsan mozgok, ezért van az, hogy kicsit le van maradva szegényke. És hol van a brand new? A túloldat! Jaj, hát csinálhatunk egy újat, hogy erre felé megyünk. Ott van egyébként. Csinálunk egy kis utat. Ami biztos. Itt van még egy újságos stand egyébként, itt lehet fölvenni a másik horror magazint, a Combat 1-et, amire meséltem, hogy plusz sebzést tudok csinálni magamnak. Most jól esne mondjuk egy királynő, egy darázs. De annyi baj legyen, és akkor itt van a brand new. Ide kell bemenni, és akkor ott az az öltöző, az lesz a shortcut. Itt ez. Ez a nyitott öltöző. Na, ez elvezet minket a Royal Flush Plaza-hoz. Tessék. Muszáj aktiválnunk. Tehát ezzel átmenjünk a Royal Flush Plaza-ra. Ez egy shortcut. És akkor így... A WC-nél fogunk kiukadni ott, annál a WC-nél, ahol lehet menteni ott útközben. És akkor itt vagyunk, és akkor elvileg... ennél a nyitott WC-nél tudunk visszateleportálni. Na, és akkor most szépen visszamegyünk. Most láthattátok, hogy hogy működik a shortcut.
A WC-nél kijövünk, és akkor jobbra már tudunk menni ézé a cipőbolt és a sportbolt közötti WC-nél van ez a shortcut egyébként. Tehát ott kell kijönni, és akkor szépen jobbra megyünk a safe house-hoz. De most viszem magammal Linettet azért, mert... Vagy hát csináltam azt is, hogy leviszem Linettet a izébe. De ki tudja, hogy mi történik, amikor haladok tovább. Útba esik valamilyen újabb túlélő. Mindjárt szétesik, úgyhogy nagyon nem kéne a zombikra hajazni. És hát megyek tovább az Atlantica kaszinón keresztül. Addig megnézem, hogy itt van-e valami jó kombó fegyver, motorolaj, számítógép, zseblámpa, hát itt lehetne megcsinálni a hackert. Ha lenne nálad ékszer, akkor most itt összetudnád kombinálni lézerkarddal a zseblámpádat. De itt most szeretnék összegyűjteni egy kombó fegyvert. Méghozzá itt az Atlantica kaszinóban van itt egy filmposzter, amivel szintén egy inspirációt tudunk kapni. Egyben egy kombókártyát. Méghozzá, nem tudom melyik oldalon van most, vagy ezen az oldalon. Valamelyik oldalon ott van egy viking poster. Jugs. Playboy. Uha. Jugs, hát ez nem az, ez se az. Hol van? Ha valahol itt van. Akkor másik oldalon, addig szépen idehozom a bejárathoz egyébként a csajszit. Ez az ajtóhoz. Ott van a viking poster. Na, ezt leolvassuk szépen. Mondom, na, olvassuk. Anyád adtakat. Már fúró fejedbe neked is. Na. Egyébként a Clint Rockfoot, ez a Clint Eastwood-os referencia egyébként, hogy ő is minden filmet rendezett, meg ott mutatja magát. Holy Arms. Ez a fakart páncél, amit a Slot Ranch kaszinóban is találtunk, illetve szögekkel a Holy Arms-ot meg tudjuk csinálni. Így konkrétan badass viking lovakot csinálom magunkból. Ja, és a fakart pajzs kombót is lehet majd kombinálni egy másik dologgal, de azt majd később tudjuk feloldani, azt hiszem szintlépéssel. Most irány kifele a kaszinóból. Van itt hal egyébként itt a vízben, amit meg lehet tenni, és ezzel vagy 6 kockát föl vissza lehet tölteni. Na gyerünk, menjünk ki, és valahova, valamelyik sarokba berakom a Linettet, hogy ne csicskáztassák a zsoldosok, szegény lánykát, és akkor majd ővele megyek vissza majd a safe house-ba. Igen, végig kísérem őt, hogy ő is lássa, hogy nem én okoztam az egész hülyeséget. Ide szépen berenderelem, már jönnek. Ott egy páncélos Verda. Oszta uppercut! Wallhack bitch. Konkrétan a saját autódat akartad szétverni? Nem vagy normális. Na, és akkor most szépen... Nem fogod. Erre való egyébként a Rambo. Most már ide, közelebb jöhet, mert már eltávolítottam a veszélyt. Na látjátok, hogy már 250 pp-t tudok összegyűjteni. Tömegtakarodja! Ó! Ott a gázpalackok. Tadám! Fölveszek még egyet. Ja nem, ennyi volt. Majd később fölveszek.
a real knack for showing up at the right time, don't you? Have you covered wars or something? Not until now. Everybody has a first time, Chuck. So, you believe me now. They're robbing the damn city. That's why they started this. For money. You sure got your story now. Listen, I've got a meeting with my source tonight. I think maybe it's time you met. I thought a professional journalist never gave up a source. I think this is kind of a special case, Chuck. I'll meet you at 11 o'clock in the bar at the Yucatan. It's a date. Na. De az, hogy egy legendától mondatot lopni, na azt nem tetszik. Szóval, megvolt a harmadik ügy, és majd jön a negyedik ügy. Este 11-kor találkozunk a Yucatan Casino melletti striptease bárnál. És elvileg ott fogunk találkozni Rebecca forrás anyagával, tehát hogy az, aki adja a forrást, aki leadja a drótot, hogy mi lehet az összetűzés téké, meg kivel dolgozhat össze, meg hasonló. Na mindegy, megvolt a nagy leszámolás a zsoldosokkal, és akkor lehet, hogy magamhoz veszek még pár gépfegyvert, és akkor kisasszony jöjjön velem, kérem szépen, és akkor megyünk a safe house-ba. És akkor innentől kezdve majd jöhetnek újabb dolgok. Ugye itt este 11-kor Rebekával találkozunk a... Kicsit tisztítok. Nem használom tovább. Ami mindjárt meglátjátok, hogy miért. Hol van Linett? Ja, már itt van! Hello! És... az van, hogy kell keresnem egy kerekes széket. Mindjárt meglátjátok, hogy miért. Nem, majd lábadozik, nem, nincs semmi baj. A leadershipnek köszönhetően nem fog lefáradni egyszer sem. És akkor szépen ide a hangszerboltba megyünk. Ajándékot most nem tudok hozni, mert már csak egyetlen ajándék van, egy festmény. Az majd csak akkor tudom, hogyha átmentünk a harmadik napban, mert mi csak a második napnál tartunk. Úgyhogy csak akkor tudok ezzel foglalkozni. Fölveszem az aksit. Ide lerakom. Gyere, gyere, gyere! Be is rendelem őt a sarokba. Tehát el kell csinálnunk az elektromos széket. Rárakom ide, tehát összekombinálom az aksit a kerekes székkel, és megcsinálom az elektromos széket. Ez így működik. Beleültetem a zombit, és akkor elektromos támadást hajt rajta, illetve a többieken, akin áthajtok. Na most visszarakom a már megcsinált kombó fegyvert, és párosítom ezzel a gépfegyverrel. Tehát lehet M249-essel, sima gépkarabéllyel, még ezzel tehát M16-ossal, meg ezzel a SG, SIG SG 550-essel. Ezzel kombinálom. És íme a Stephen Hawking 2.0, a Blitzkrieg, németül lefordítva a Storm Battle. És lehet hallani, így működik. És eddig bírta. Most már csak elütni tudom az embereket. De ugye lehet látni, hogy tele van rakva izével, SIG SG 50-es,
550-esekkel, de ez mondom működik izé M16-os gépfegyverrel. Meg azt hiszem nem, az csak az M249-essel, meg azt hiszem izével működik a... Mi az istenne? Hol van a szöges izé? Ja, hát ben van az safe roomban is. Tehát M249-esen meg SG-550-esekkel, tehát ilyen zsoldos gépkarabélyokkal működik csak. Tudok még valamit magammal vinni, de most egyelőre most legyen ennyi. Mert még egyet tudtam volna csinálni, most nem érdekel. A balták még működnek, lehet, hogy még egy karmat fogok készíteni magamnak. De most az biztos, hogy őt most szépen visszarendelelem, és most így a Blitzkriegnek köszönhetően... A vihar támadásommal most egy 26-osra fogok lépni. A shortcut unlock feloldva. Én most már 26-os szintű vagyok. Új skill move. Foot sweep. Igen, shiftet és a space-t hosszan lenyomva mind a kettőt. Egy ilyen alsó körbepörgő rúgást tudok alkalmazni. Tehát, hogy így a rúgásokkal kigáncsolom az ellenfelet. Na. Még egy mentés. Egy biztos. Most van délután 3, még kb. Még 8 óra van még hátra, tehát biztos, hogy lesznek várhatók pszichopata háborúk, további túlélők természetesen. És jól látom, hogy igen, ez a második nap, szóval még a festmény még nem tudom begyűjteni, mert az csak a harmadik nap unlockolható. De minden esetre ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, a következő részben pedig majd újabb túlélőmentés, pszichopata háború, és majd várjuk, hogy mikor oldható fel a negyedik ügy, amikor este 11-kor elmegyek a Yucatán kaszinó melletti striptease bárba, és ott találkozok egyben a forrással, aki leadta a drótot mindig Rebekának. De ez majd a következő fejezetben lesz, addig is ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további rage-mentes és szép napot mindenkinek. Sziasztok! Dead Rising 2. Creativity Kills.